Magyar Művészeti Akadémia építőművész tagozata immár 6. alkalommal hirdeti meg fiatal építészek, 40 év alatti építészek számára kiírt pályázatát. Az idei pályázat témája Budakalász közepén megtalált koraközépkori templom és annak a környezetének a tartalommal való megtöltése. A helyszín Budakalász, ez a Kálvária domb, ez egy Árpád-kori templomnak a feltárásából fakadóan került ugye kibontásra, és ugye az akadémia közreműködésével mi azt szeretnénk, hogyha sokkal jobban ismerté tudnánk tenni mi ezt a műemléket. Ugye itt a 12.-13. században épült műemlékről beszélünk, ami Budakalász életében akkor is valószínű meghatározó elem lehetett. Ez így van most is egyébként, mert a feltárás óta turisztikai látványosság lett ez a gyönyörű szép rom, és hogyha lehetőséget kapunk arra, hogy ezt esetlegesen még jobban be tudjuk mutatni, ki tudjuk bontani, ez a város számára nagyon fontos lehet. Úgyhogy az akadémiának a szerepe az itt nagyon-nagyon nagy, és bizony az önkormányzattal közösen tudunk is sikereket majd elérni. Történetben a változást az okozta, hogy a Kálváriától mintegy 200 méterre lakik Tomka Gábor úr, aki végülis ezt az egész ásatást elvégezte. És mivel szomszédok vagyunk, egy délutáni beszélgetésnél fölmerült megint a Kálvária domb, illetőleg annak a szakrális jellege, és hogy jó lenne erről egy kicsit többet tudni. És szó-szót követett, beszélgettünk erről a dologról, és abban maradtunk, hogy az önkormányzat megfinanszíroz egy kutató feltárást, hogy egyáltalán lássuk, hogy mit tartalmaz ez a terület. 2011-ben kezdődtek el a munkálatok, és elég hamar kiderült, hogy itt egy nagyon komoly Árpád-kori templomrom található, ami azért volt érdekes, mert mindenki egy ilyen kisebb kápolnára, vagy egy nagyon apró kis épületmaradványra számított, és ez az akkori kor templom méreteihez mérten is egy jelentős épületnek tűnt, és ekkor úgy határoztunk, hogy ezt a területet teljes mértékben fel kell tárni, legalábbis a templomrom vonatkozásában, és a közönség, a nagy közönség számára is láthatóvá kell tenni. Budakalász város önkormányzata megtalálta múltját, melyet sejtett, de tapintani nem tapintott, amely benne volt történetében mindig is, amely szervezte az egész városszövetet, és most megtalálta identitásának magját. De hogy mi legyen itt, mi, ami tartalommal tölti meg ezt a helyet, erre nincs határozott elképzelése. Elhatározása van, hogy egy kálváriát épít, de hogy a romokkal mit kezdjen, hogy meghagyja térdmagasságú állapotában, vagy valamilyen művészi eszközzel ezt megmutassa, kiegészítse, hogy ne csak az láthassa, aki oda fölzarándokol, hanem az egész településről látható legyen az a kora középkori szervező erő, ami köré a falu valamikor települt. Mi szeretnénk ezt a Budakalász életébe bevonni a szakralitáson túl a kulturális színfoltját is ennek a Kálvária templomnak, és a faluházunkkal közösen, ami szervezi a budakalászi kulturális életet, már vannak terveink azzal, hogy tudnánk esetlegesen színelőadásokat lebonyolítani itt ezen a területen, vagy pedig olyan kulturális eseményeket kötni ehhez a területhez, ami abszolút autentikusan tartozhat ide. A település egy meglehetősen sűrűn lakott település, tehát Magyarország viszonylatban, de megyei viszonylatban is azt kell mondani, hogy talán az egyik legsűrűbben lakott település, hogy az Ófalu jellegzetesen egy nagyon sűrűn beépült, alapvetően kis telkeken épült régi parasztházak utódjai a ma található lakóépületek, és nagyon kevés volt a közterület. Ez talán a nehéz megközelíthetősége miatt ez valahogy ez mindig kimaradt bármiféle gondolkodásból itt az elmúlt évtizedekben, holott tulajdonképpen az Ófalunak a kellős közepén helyezkedik el, tehát
arra teremtődött, hogy itt valami köztéri funkciót be tudjon tölteni, és azt mondanám, hogy a nagy közönség számára ez egy közpark, mondhatom én némi elfogultsággal, de én azt gondolom, hogy itt a környék, vagy akár a megyének az egyik legszebb közparkjáról beszéltünk. A korábbi pályázatokhoz képest, és itt főleg a székesfehérvári pályázatot értem ez alatt, a különbség az, hogy ott egy konkrét dologról volt szó, ráadásul hosszú előzményekkel. Itt egy 5 éve megtalált romról van szó, amely átértelmezte a környezetét, és amelyhez nincsen konkrét tervezési program. Székesfehérvár esetében az volt a kívánalom, hogy valamilyen módon a valamikori templom jelenjék meg. Itt nincs ilyenfajta elvárás, nem gondoljuk, hogy egy templomot kéne visszaépíteni, de hogy közösségi helyet kéne oda álmodni, ebbe biztosak vagyunk. Hogy ez hogy tud működni, mi a formai megjelenése, mi a jeltartalma, mi az üzenettartalma ennek, erre várunk választ a pályázóktól.